Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket, Gödrey Zoltán vagyok, tartsanak velünk! Március 1-től igényelhető a gazdaság újraindítási akcióterv keretében létrejött kamatmentes újraindítási gyorskölcsönprogram. Az új hitelkonstrukció iránt nagy az érdeklődés a Tolna megyei mikro, kis és középvállalkozások körében is. Országosan mintegy 100 000 vállalkozás menekülhet meg a kölcsön által. A február 5-én megjelent magyar közlönyben már megtekinthető az a legújabb vállalkozói hitelkonstrukció, amit a magyar kormány a nehéz helyzetben lévő mikro, kis és középvállalkozásoknak vezet be várhatóan március 1-től. Guld Csaba, a Turbo Autós Iskola vezetője elmondta, hogy ez szerinte inkább a fiatalokat érinti majd. Én azt mondom, hogy ez nagyon jó ötlet volt a kormányt, hogy próbáljuk támogatni a kis és egyéni vállalkozókat, és mindent megtesznek azért, hogy próbáljuk átvészelni ezt a nehéz helyzetet. Én úgy gondolom, hogy az autós iskolák, illetve az oktatók nem fognak bekerülni abba a körbe, mert meghatározott ország alapján kapják meg, hogy ki az, aki dolgozhat. Tehát szerintem nem fogjuk megkapni. Ha megkapják az oktatók, akkor örülünk neki, de én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van azoknak, akik a vendéglátásba, a szállodaiparba, illetve az utazási irodákba dolgoznak, akik egyáltalán nem tudnak most dolgozni. Az oktatóknak az öme az én korosztályom, tehát 55-től a nyugdíj elé, és azért el kell gondolkodni azon, hogy az ember bevállaljon egy ilyen hitelkonstrukciót, hogy esetleg már 3-4 évig a nyugdíjas, és még mindig fizesse azt a havi, esetleg 100 000 forintot. A fiataloknak biztos, hogy megéri, már csak az, hogyha autót akarnak vásárolni, vagy abba gondolkodnak, hogy kicsit fejlesztik a saját cégüket, akkor biztos, hogy megérni. A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön hitelprogram maximális keretösszegét 100 milliárd forintban határozta meg a kormány, amivel mintegy 100 000 vállalkozásnak nyújthatnak segítséget. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, bár a hitel csak március 1-től igényelhető, már most nagyon nagy az érdeklődés iránta. Mi úgy érezzük, hogy jó az ötlet, nagyon jelentős az érdeklődés, hiszen naponta kapunk több telefont már is, hogy hogyan is legyen ez. Hát őszintén szóval úgy érezzük, hogy sürgős és jó ez az intézkedés, és a kis és mikrovállalkozásoknak egy lehetőség arra, hogy újra tudjanak indulni, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy a vállalkozások nehéz helyzetben vannak, de nem tudnak újraindulni, és ehhez kellenek ezek a pénzek. Vállalkozásonként 10 millió forint hitelt lehet igényelni, ez kamatmentes kölcsön, aminek az első 3 évében moratórium lép életbe, tehát a felvételtől számított 3. évtől kell csak elkezdeni a kölcsön visszafizetését. És hogy milyen vállalkozások igényelhetik? Olyan szolgáltatással, vagy ipari, vagy kereskedelmi tevékenységgel folytat, amely indokoltá teszi azt, hogy ő ezt a támogatást megkapja. Ugye sok vállalkozás nem tudott kinyitni, amely vállalkozások kinyitottak, azok se tudtak termelni, illetve kereskedni, és ezt a kört próbálja a kormány, illetve a kamara megcélozni a következő időszakban. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kis vállalkozás az, aminek az összes dolgozói létszáma maximum 50 fő, az éves nettó árbevétele pedig nem haladja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Azt is megtudtuk, hogy a hitelösszegének felhasználásával kapcsolatban van-e valamilyen korlátozás. Gyakorlatilag minden, ami a vállalkozáshoz szükséges, bármire felhasználhatja, tehát ebben a területen nincs. Én úgy érzem, hogy ezért is jó ez a hitel, másrésztről azért is, mert mint mondtam, gyakorlatilag ma nem az, csak az a gond, hogy a vállalkozás hogyan működjön, hanem hogyan tudjon újrakezdeni. És az újrakezdéshez ez nagyon jó hitelkonstrukció. Már a megújult rendszer szerint tanulnak a szakképzésben résztvevő diákok idén. Többek között újdonság, hogy munkaviszony jön létre a duális képzőpartnerek és a tanulók között, és a diákok fizetést is kapnak. Bár úgy tűnhet, hogy minden felelősség a duális partnerekre hárul, az iskolák továbbra is segítséget nyújtanak mindkét fél számára. B-motor, akkor két hengersor van, akkor megvan, hogy melyik hengersort szólítjuk, amit a V alakba, akkor egyes hengersor, kettes hengersor.
Ennél a Paksi autószerviznél a leendő autószerelők már az új szakképzési rendszer szerint töltik gyakorlati idejüket, amely nagy mértékben eltér az eddigiektől. A diákok munkaszerződést kötnek a duális képzést nyújtó partnerrel, tehát valódi munkavállalóká válnak, fizetést kapnak és szabadságra is van lehetőségük. Az új rendszer értelmében az elméleti oktatást is a képzőpartner biztosítja. Az autószerviz pénzügyi vezetője szerint ez a képzési forma sokkal ösztönzőbb a tanulók számára, hiszen az eddigi 30 ezer forint ösztöndíj helyett közel 100 ezer forint jövedelemben részesülnek. Nálunk a cégnél a maga a duális képzés az 2021 február 1-jével indult, összesen 18 tanulót foglalkoztatunk munkaszerződéssel gyakorlatilag. Végül is ez gyakorlatilag ugyanolyan munkaszerződés, mint más dolgozók számára, csak ez egy igazolás arra is, hogy ők egy szakképzésben vesztek részt. Ők ugyanúgy kapnak fizetést, minden egyéb juttatás, ami bármely más munkavállalónkra adható, természetesen ők is megkapják. Tehát amellett, hogy azt gondolom, hogy az is nagy motiváció számukra, hogy tehát 10-20 éves munkatapasztalattal bíró szakemberek mellett dolgozhatnak gyakorlatilag, emellett azért hát a forintális részét azt általában azt nagyon szeretik az ifjuk, úgyhogy így azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Most már mi azt vesszük észre a fiatalokon, hogy az nem köti le őket, hogy beülnek az iskolapadba, a tanárok felírják a táblára a leckét, megtanulják, hazamennek a könyvből, megtanulják, tehát szerintünk ez most már nagyon-nagyon nehezen ráerőltethető a gyerekekre. Itt viszont ők gyakorlatilag a mindennapos teendőket és ugye a szakma csinyát, binyát megtanulhatják mesterek mellett, ami úgy gondoljuk, hogy némely tanulót még talán büszkeséggel is tölthet el, valamint ugye van egy általunk kifejlesztett oktatóprogram, amit úgy kell elképzelni, hogy minden egyes diáknak biztosítunk egy laptopot, amin ez a program működik. Ott ugye a státuszához hozzárendeljük a megfelelő tananyagot minden egyes diáknak, és akkor minden egyes leszk elvégzése után vizsgázhatnak, és ez mind gyakorlatilag laptopon működik, képek, videók, érdekes. Nem pedig az van, hogy leültetjük őket egy könyvelé, mert az nem működik. Szerintünk nekik ez sokkal jobban tetszik, illetve hát azért egy 20-22 éves fiatalnak már nagyon fontos a jövedelem. Tehát borzasztó fontos a jövedelem, és hogy nem úgy vannak vele, hogy itt el kell tölteniük napi 7-8 órát, és aztán utána esetlegesen valahova elmenni zseppénzt megkeresni, hanem gyakorlatilag itt már kapnak egy számottevő jövedelmet. Annak ellenére, hogy a diákok az elméletet is a gyakorlati helyen sajátítják el, az iskola nem száll ki teljesen az oktatásból, ugyanis ha a szakmai partner nem tud megvalósítani egy képzési részt, például szakmai idegen nyelvet, munkavállalói ismereteket, akkor azt az iskola akár át is vállalhatja, mondja Juhász Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum, a Ady Endre Technikum és Kollégium igazgatója. Az iskola szempontjából kicsit természetesen más, de az iskola nem száll ki teljesen az oktatásból. Az iskola közös szakmai programot dolgoz ki a gyakorlati helyen, pontosabban a duális képzőpartnerrel, és ezen szakmai program alapján megy a kinti oktatás, és ezt ellenőrzi rendszeresen a szakmai programon rögzített időközönként. Ez azt jelenti, hogy mindenki a képzésben aktívan tud részt venni, és talán azt gondolom, hogy pozitívan tud kijönni belőle. Ez a képzés, ez még nagyon az elején van, tehát most mi folyamatosan egyeztetünk a szakképzési centrummal, tehát gyakorlatilag ők az iránymutatóink, az iskolával is folyamatos egyeztetésekben vagyunk, szerencsére nagyon konstruktív minden oldalról mindenki, de azt gondolom, hogy a diákoknak is a hozzáállásuk nagyon pozitív. Tehát nagyon pozitív, az iskolája is, a szakképzési centrum is, úgyhogy szerintem minden megoldható. Tehát rugalmas mindenki, mert azért az elvárásoknak mindenki szeretne megfelelni. Juhász Gábor szerint a megújult szakképzési rendszer a képzőpartner és a tanulók szempontjából is előnyösebb, ugyanis a munkáltató akár a saját utánpótlását nevelheti ki. Ha a szakképzési munkaszerződés megkötődik, akkor alapjaiban változik meg a tanulónak az eddigi élete. Megmarad a tanuló jogviszonya természetesen, de munkavállalóként vesz részt a képzésben, és a gyakorlati helyen nem csak gyakorlati ismereteket, hanem elméleti ismereteket is tanulhat. Nem ösztöndíjat kap, mint addig az alapvizsgáig kapott, hanem munkadíjat, munkabért fog kapni. Nem iskolai szünetei lesznek, hanem
szabadsága lesz. Ez éves szinten 30 napot jelent egyébként. Vagyis a tavaszi szünet, az őszi szünet és a téli szünet szabadságos napokra megy, a nyári szünetben amennyi marad, és a nyár további részében ő dolgozóként részt vesz a cégnek a munkájában. Akár termelő munkájában, akár pedig a gyakorlatait vagy a gyakorlását fogja majd elősegíteni az ott töltött idő. És a munkabér sem ösztöndíj mértékű. A munkabér az a mindenkori minimálbérnek, a január 1-én érvényes minimálbérnek legalább a 60%-a. Ez azt jelenti, hogy jelen esetben ez nagyjából 96 ezer forint, hogyha a munkáltató úgy dönt, hogy ettől többet szeretne adni, akkor természetesen adhat ettől többet is. Nyilván a minimálbér erejéig. De hogyha 96 ezer forintot megkap egy tanuló, vagy 100 ezer forintot megkap egy tanuló havonta, és erre a munkáltatónak nincsen szociós kötelezettsége, és a tanuló is alig adózik belőle valamennyit, akkor azt gondolom, hogy ez, ha az anyagiak motiválóak lehetnek, akkor ez a nagyon jó motiváció a tanuláshoz. És hogyha kint tölti az idejét a munkáltatójánál, mint munkavállaló, akkor nem csak a szakma tanulásához szükséges folyamatokban tud részt venni, hanem betekintést nyerhet abban a folyamatban is, ami magáról a termelésről, az iparűzésről szól. Bölcsödék épülnek és újulnak meg a terület és település fejlesztési operatív program támogatásából Tolna megyében. Faddon a régi óvoda épületét 132 millió forintból újítják fel, és egy kétcsoportos, közel 30 férőhelyes kisgyermekgondozót alakítanak ki. Bogyiszlón pedig egy 8 fős minibölcsödét építenek a megnyert 130 millió forintból. Ez lesz az új faddi bölcsöde egyik csoportszobája. A több mint fél évszázados régi óvoda épületét teljesen felújítják és átalakítják a terület és településfejlesztési operatív programon elnyert 132 millió forintos állami támogatásból. Ez egy bölcsöde lesz ez az épület. Ez egy kétcsoportos óvoda szárny volt, de 2014-ben sikerült építenünk egy hatcsoportos óvodát. Az óvodások oda átvonultak, ez az épület megmaradt. Egy pályázatból meg tudtuk újítani a külsejét, tehát tetőt, kicseréltük, és gyakorlatilag állagmegóvást végeztünk, és most elérkezett az idő, egy topos pályázatból tudtunk egy bölcsödére pályázni, kétcsoportos bölcsödére. Ennek az épületnek a totális átalakítása kell hozzá, de egy nagyon szép, remélem, nagyon szép és modern mai kornak megfelelő bölcsödét fogunk tudni ide létrehozni. Hát lesz benne ugye két csoportszoba, egy vizes blokk helyiség, ahol vécék, mosdók, zuhany, ilyesmi van, és lesz egy konyha, és kinti vécé, tehát az udvarról megközelíthető mozgássérült és férfinői mosdó. Ezt most már úgy terveztettem meg, hogy padlófűtés, szellőző, tehát hőcserélő szellőzőrendszerrel, és hát remélem még egy légkondicionálót is bele tudunk a rendszerbe tenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy 21. századi épület fog elkészülni marmoleum borítással, tehát ami nem PVC, hanem egy ilyen természetbarátabb, de ilyen műanyag padló, és ugye a gyerekek itt nagy részt a padlón vannak, padlófűtéssel én gondolom, hogy nagyon jó lesz a közérzetük. A két csoportszobás bölcsödek közel 30 kisgyermek foglalkoztatására lesz alkalmas. A munkálatok decemberben indultak, és a tervek szerint a következő bölcsödei tanévet már itt is kezdhetik a gyerekek. Már a bogyiszlói mini bölcsöde falai is állnak. Tóth István, a település polgármestere elmondta, régi vágyuk válik valóra ezzel a beruházással. Egy mini bölcsödét terveztük, vagy álmodtunk már meg évek ezelőtt, főleg mióta a kormányzatnak népesedési programja kezdett kibontakozni, és hát Bogyiszló, hála Istennek, még egy akkora település, ahol érdemi jelentkezőist láttunk évek óta. Mielőtt ugye ebbe belevágtunk volna a projektbe, azt megelőzően hát a szülőképes párokat megszondáztuk, hogy ha vajon, ha lenne bölcsi, igénybe vennék-e, és hát évről évre azt mutatták ezek a kérdőívekre adott válaszok, hogy igen, egy mini bölcsi még Bogyiszlón is megállna a helyét, és ma is úgy látszik, hogy így gondolkodnak a fiatalok. Ettől ezt a terket megvásároltuk, és akkor megterveztettük a mini bölcsi épületét, és a Tolna megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési operatív programba pályáztunk, és 130, tehát maga az építkezésre durván 130 millió forintot nyertünk el, és annak a közbeszerzése
megtörtént, és hát a kivitelező ki lett választva, aki most éppen tevékenykedik. A tervek szerint a 130 millió forintos állami támogatásból készülő bogyiszlói bölcsödét 2021 őszéig át is adják majd. Hát az a legönkormányzat baráti pályázati rendszer, ahol, ha is amennyiben ezt jól eltalálják, már úgy értem a kivitelezésnek a költségeit az önkormányzatok, és ha elnyerik a pályázatot, akkor a kincstárnak egy adott számlájára teljes bekerülési összeg az elnyerés utáni, vagy a támogatási szerződés utáni kevés időn belül oda kerül a számlára, és nem egy utófinanszírozásról van szó, mint mondjuk más, most nem mondom melyik pályázatoknál, ami nagyon megnehezítette az életünket. A Magyar Falu Program, vagy például ez a TOP, előre a pályázat megnyerése után, a támogatási szerződés aláírása után közvetlenül megkapja a teljes bekerülési, vagy elnyert pályázat összegét, és utána tud vele gazdálkodni. Ez hihetetlenül önkormányzatbarát fordulat a pályázati rendszerbe. Magyarországon milliárdokban, Tolna megyében milliókban mérhető a kiberbűnözők okozta kár összege. Sok itt élőtől az interneten keresztül lopják el adataikat, pénzüket, vagy éppen csalással jutnak azokhoz hozzá. A biztonságos internet napja kapcsán utána jártunk, milyen veszélyek leselkednek ránk a világhálón, és miként lehet azokat elkerülni. Az internet mindenki számára elérhető. A különböző oldalakon, fórumokon, közösségi médiában mindenki azt mond és ír magáról, amit csak akar. Többen álnév mögé bújva követnek el bűncselekményeket, vagy éppen ejtenek tévedésbe másokat. A szexuális zaklatás, rágalmazás, becsületsértés, csalás, lopás csak néhány olyan bűncselekmény, amiket az interneten keresztül követnek el az emberek. Gyakori az is, hogy a gyerekeket veszik rá különböző tartalmak megosztására a bűnözők, vagy éppen az, hogy manipulálják őket. A pszichológus azt mondja, az elfajuló csetelés, szexuális zaklatás komoly mentális betegségekhez vezethet, és a szexuális fejlődésben elakadáshoz okozhat. Az önértékelést jelentősen rombolja, a szexuális fejlődésben ez egy elakadást tud jelenteni, mellette stressz, szorongás és depresszió kialakulásához vezethet, illetve akár mondjuk ezt megerőzheti egy szociális beilleszkedésnek a nehézsége, a szociális kapcsolatok kialakításának nehézsége, akár mondjuk stressz vagy bántalmazás, aminek a következménye az internet addikció. Arra is érdemes odafigyelni, mondja a szexádi törvényszék szóvivője, hogy az interneten kinyilvánított véleményünkkel ne gázoljunk bele mások becsületébe, mert rágalmazásért akár 2 év börtön is járhat. Amikor valaki esetleg internetezik, lát egy cikket, vagy bármilyen olyan tartalmat, amelyhez véleményt kíván nyilvánítani, és posztol hozzá egy kommentet, vagy bármilyen hozzászólást, ez akár megvalósíthat bűncselekményt is abban az esetben, hogyha ez a vélemény nyilvánítás túlmegy egy bizonyos határvonalon, amely az adott sértett, akiről esetleg a cikk szól, az adott sértettnek a személyiségi jogait sérti, az ő becsületét csorbítja. Nagyon nehéz meghúzni ezt a határvonalat természetesen a vélemény nyilvánítás és esetlegesen a személyiségi jogsértés között, de azért mindenki tóva intek attól, hogy a kommentekben túljusson ezen a határon. Természetesen szabad vélemény nyilvánítás van, bárki bármit megoszthat, mindenkivel leírhat, de arra azért vigyázni kell, hogy ez a vélemény nyilvánítás azért ne gázoljon be az egyének becsületébe és ne csorbítsa azokat. Miként a védett, tiltott tartalmak letöltéséért is lecsukhat a bíró. Ezekre is érdemes odafigyelni a szakember szerint. A törvénykönyvben találunk még egyéb bűncselekményeket is, amelyek internetezéssel, számítógépekkel kapcsolatosak. Tipikusak ezek például a számítógépes csalások, ennek van egy speciális megnevezése a büntető törvénykönyvünkben. Ezek a bűncselekmények például akkor valósulnak meg, amikor esetleg óhatatlanul valaki valamilyen tartalmat letölt az internetről, és nem is tudja azt, hogy ezek a tartalmak védett tartalmak, vagy esetleg amit letöltött, abban vannak olyan tiltott tartalmak is, amelyekhez nem szabad hozzájutni, amelyeket nem szabad birtokolni. Ilyen esetben is vétséget követel az elkövető, akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények ezek. Szintén valamelyest a számítástechnikához kapcsolódó bűncselekmények, a bankkártyákkal való bűncselekmények is, bármilyen hihetetlen, a bankkártya az információs rendszernek minősül a büntető törvénykönyv szerint,
így ha valaki egy bankkártyával visszaél, megpróbál pénzt levenni, megpróbálja a kódját feltörni, vagy esetleg valami hasonló bűncselekményt követ el, akkor szintén csalásba botlunk, és itt attól függően, hogy esetleg sikerül a pénzt felvenni, attól függően minősülhet a cselekmény, és a büntetési tételkeretet is ez határozza meg. Az internetes csalók néhány tízezer forinttól akár több millió forintig terjedő összegben verik át a gyanútlan vevőket. A legtöbbször az a módszerük, hogy a különböző csoportokban árult termékeket eladják, a vevő átutalja nekik a vételárat, ám az árut soha nem küldik el, mivel azzal nem rendelkeznek. A bankkártya adatokat megszerző bűnözők is nagy összegben károsítják meg az embereket, de a legveszélyesebbek a kiberbűnözők. Ők általában a cégeket támadják meg. A bűnözők igen erős kódolással és roppant rövid idő alatt titkos az állományaikat a megfertőződött gépükön, és ezek helyreállításáért váltságdíjat követelnek. Az internetes támadások becslések szerint éves szinten 400 milliárd eurós veszteséget okoznak a globális gazdaságban. Február 9-én ünnepeljük a Biztonságos Internet napját, ami a felelős internet használatra és a tudatos digitális jelenlétre kívánja felhívni a figyelmet. A rendőrség is közleményt adott ki, amiben összeszedték, hogy milyen szabályokat érdemes betartani az internetezőknek. Így például nem szabad banki adatokat, jelszavakat megadni, gyanús levél, csatolmány megnyitása előtt ellenőrizni kell a feladót, és oda kell figyelni arra is, hogy idegeneknek mit osztunk meg. A gyerekek figyelmét pedig érdemes felhívni, milyen veszélyek leselkednek rá, és hogyan tudják azokat kikerülni. A témát folytatjuk. A következő hozamban szakemberekkel járunk utána, hogyan lehet kiberbűnözők ellen védekezni. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.